De kamerában meg mennyivel jobban látszod? Jaj, de szép! Hát képzeljétek el, hogy egy kicsit sminkórát is tartottam így énekóra alatt, hogy hogy lehet szépen kisminkelni Erikát. Egy sima kis mélyítést csináltunk, egy pici kis arany, szemspirál. Nézd föl, nézd ide! És most csukd be a szemed! Ez nagyon szép lett. Még egy kicsit lepúderozzunk, meg lehet, hogy kap egy kis színt. Persze mutattam, hogy milyen rúzs van nálam, mondom, van nálam egy Mac, meg a Dior, persze, hogy a Dior kellene. De nagyon jól áll! Na szerint, na most mondd el a véleményedet. Nekem nagyon tetszik a Dior. De ugye az egész sminkről. Kapott a... Erika kapott egy kis pírt, ezt a ribát, amit én magammal hordom. Egyébként ezzel a Mac palettával sminkeltünk. Ez volt az ecsetem, ez az Essence, ezt imádom. És L'Oreal teleszkopik. Hát na, az a véleményem, hogy ahhoz képest, hogy ezt ilyen gyorsan összedobtuk. Na mennyi volt ez körülbelül? Szerintem 5 perc. Nem volt így. Ez 5 perc volt. És nagyon jó az árnyékolás, nagyon jó a rúzsa pirosítót, ez a kedvencem. De a rúzsa más. De nagyon jó lát, tényleg. Uh-huh. Én is kérek ilyen rúzsa. Jó. Meg ilyen szemhéjpalettát. Ja, és ebben a hipoallergenik póderrel. Ebből egy kicsit lepúdereztem. Na hát ez egy ilyen utókarácsony. Nagyon jól áll, és nagyon szép vagy. Köszönöm szépen. Pláne egy Erika mellett, aki ennyire gyönyörű lehet, mert most befordul. Én a saját sminkemet valami borzalmasnak látom, de tényleg, ez borzalom. Viszont ő, hát tőlem álomszép. Erika, olyan szép vagy, hogy ez tényleg nem lehet elmondani. Így énekóra elején, ez megadta a motivációt. Ez biztos, úgyhogy most fogom lezárni itt ezt a videót. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, hát végülis most már együtt vagyunk. Én remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és hogy egy picit beleforgattam ebből a kis smink praktikák, meg ilyesmi, de tényleg ez eszméletlen jó lett. Nagyon sokat tanultam. Én is kipróbálom. Oké, sziasztok! Hello!